A rendelkezésre álló adatok szerint a kisfiú és 7 éves bátyja a csatorna mellett játszottak, amikor a gyerek beleesett a vízbe. Testvére próbálta kihúzni, de nem tudta, ezért hazaszaladt és szólt a szüleiknek, akik hívták a 112-es segélyhívó telefonszámot. A szülők és a hatóságok is rövid időn belül a helyszínre siettek, azonban a kisfiú életét már nem lehetett megmenteni. A helyszínen Váradi Jenő, Hajdúszobát polgármester elmondta, a néhol 2 méter mély vízben a gyereknek esélye sem volt a túlélésre. 12 órakor rendőrség értesített, hogy vízbe fulladt ez a kisgyerek. A család, egy nagy családról van szó, gyakorlatilag a Bocskai utcában laknak, körülbelül 700-800 méterre van ez a csatorna, és gyakorlatilag a gyerekek, hogy engedéllyel, magoktól, vagy hogy mentek ki, ezt nem tudom, és hogy történt a vízbefulladás, erről még nem nincsen pontos információm. Majd a rendőrség ezt meg fogja állapítani. Mocsaras, meg mély is egy. És gyakorlatilag ilyen kisgyerek ugye nem tud kijönni belőle, mert meredek a partja is. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság közölte, közigazgatási és büntető eljárást is indítottak a Hajdúszobáton megfulladt 5 éves kisfiú halálesete pontos körülményeinek tisztázásáért.